Béke és biztonság címmel tart évértékelő beszédet Orbán Viktor a Várkert bazárban. Ugye a háború kitörése óta a kormány hangoztatja, hogy a béke és a fegyverszünet pártján áll, de hogy ez konkrétan hogy néz neki, arról nem sokat tudtunk eddig. Megpróbáltuk konkrétumokról kérdezni a meghívott vendégeket. Milyen béke az, amivel elégedett lenne ön személyesen? Biztos ismeri azt a pillanatot, amikor van valaki, nincs kedvem beszélgetni valakivel, most ez a pillanat van. Milyen békét tudna elképzelni a háború kapcsán? Békét. Na jó, de miért? Tehát Oroszország támadja Ukrajnát. Kicsit bővebben. Békét. Az a legfontosabb. Szenvedést el kell kerülni. Hogy néz neki a békekötés, ami ideális lenne? Figyelj, a békekötés nem tudom, hogy néz ki, de a háborút be kellene fejezni ebben a pillanatban. De hát az oroszok támadják az ukránokat. És az ukránok nem támadják, nem? Hát védik ma, védik a területüket. Védik a faszomat, jó, hagyjál már. Oroszország támadja Ukrajnát, Ukrajna próbálja megvédeni a területi integritását. Hogy lesz béke? Hát épp ez, amit mond, ez a háború, hogy egymással harcolnak a felek. Ez a legrosszabb forgatókönyv, a magyar álláspont és a mi meggyőződésünk szerint. Milyen béke tűnik reálisnak ön szerint most jelen pillanatban? Hát olyan béke, ami mihamarabb megtörténik, és elsősorban a béketárgyalások tudnak ehhez vezetni, és én kicsit aggasztónak találom, hogyha megnézzük az elmúlt napok nyilatkozatait, hát nem éppen erről szólnak a híradások, illetve az állásfoglalások. Csak a magyar miniszterelnök Orbán Viktor beszél tűzszünetről, béketárgyalásról és békéről, mindenki más szankciókat emleget és ezekről hoz döntéseket. Azt mondják, hogy menjen tovább a háború, addig, ameddig Ukrajna győzni fog. Ezzel nekem az a problémám, hogy egyrészt ez a háború folytatását jelenti, egy katonai eredményhez köti a háború végét, egy olyan katonai eredményhez, amely nem tudjuk, hogy mikor jön el, ha eljön egyáltalán. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket küldenének, még több lőszert, ez minden csak nem a béke irányába tett lépés. Ugye, Ukrajna szeretné megvédeni a területi integritását az orosz inváziótól, és, ehhez ugye kellenek fegyverek, mert magától nem lenne képes, ha nem segít Európa, akkor valószínűleg az oroszok. Ez akkor olyan béke lenne, hogy győznek az oroszok, és az megfelel. Ez érthető, ez nem egy egyszerű szituáció. Szeretném felhívni a figyelmét az országgyűlés vonatkozó állásfoglalására. Az országgyűlés többsége benne a kormánypárti szavazatokkal elítélte Oroszország katonai beavatkozását, katonai támadását, kiállt Ukrajna területi épsége mellett. Tehát itt az álláspontunk egyértelmű. Nem úgy lenne kívánatos, hogy Oroszország kivonul Ukrajna területéről? Nézd, a békében vagyunk mindannyian érdekeltek. De teljesen mindegy, hogy ez mondjuk hány ukrán megye elvesztésével járó béke? Hogy az hogyan történik, meg nyilván egy békét valahogy meg kell kötni. Tehát ott alá szoktak írni valamilyen dokumentumot, és nyilván mindenki olyan dokumentumot ír alá, amit tud vállalni, vagy el tud fogadni. Tehát legyen béke, ez a legfontosabb. Ez úgy érhető el, hogy meghoznak egy szükséges politikai döntést. Tehát Vlagyimir Putyin leteszi a fegyvert úgy például? Mindenki leteszi a fegyvert, úgy értem, hogy a fegyverek elhallgatnak, és meghoznak Moszkvában, igaza van, Vlagyimir Putyin is meghoz Moszkvában egy döntést, és meghoznak Washingtonban is egy döntést arról, hogy a háború tűzszünettel megállítják, az öldöklést megállítják, és a tárgyalóasztalnál beszélnek. Mert Washington a másik harcoló fél? Ami a jövővel kapcsolatos. Nem Washington a másik harcoló fél, bár itt már olyan értelemben nagyon sokan benne vannak a háborúban, hogy meggyőzésem szerint, aki fegyvert szállít, az legalább fél lábbal már a háborúban van, és egyéb finanszírozásokról, háborúval kapcsolatos finanszírozásokról, akkor ne is beszéljünk, de az nyilvánvaló, hogy amerikai akarat nélkül itt nem lesz béke. Hadd kérdezzem meg, hogy a sajtóklubban azt mondta ugye Bencsik András, hogy az oroszoknak drukkol. Igen, én is az oroszoknak drukkolok. Ön egyetért ezzel? Hozta ezt a véleményt? Ne kérdezze meg. Ön egyetért ezzel? Nem tudom, nem láttam a sajtóklubot. Ezt mondta, hogy az oroszoknak drukkol. Ezt ő mondta. Bencsik András a sajtóklubban azt mondta, hogy az oroszoknak drukkol. Mit gondol erről? Én a békének drukkolok.